Gyönyörű idő, lelkes fiatalok, mosolygós szülők, és persze kosárlabda minden mennyiségben. Amint egy 240 gyereket és 8 edzőt foglalkoztató Nyíkse nem első alkalommal rendezett szezonzáró családi napot, viszont idén új névvel korányi streetball pikniként hirdették meg az eseményt, amelynek a Bánki utcai kosárlabda pályái mellett a Törpe utcai streetball pálya volt a másik helyszíne. Bár még vannak hátra mérkőzések a szezonból, az egyesület elnöke már értékelni tudta a kosaras idényt. Nagyon jó idényt zár az utánpótlás terén, amiben már évek óta komoly energiát és munkát fektetünk, nagyon jó edzőkkel, komoly és egyre komolyabb szaktekintélyű edzőkkel, akik például most is nem tud itt lenni az U11-es csapatunk, az őszüleik, hiszen Sopronba vesznek részt az országos dzsamborin, ahol a legjobb 8-ba is beférnek, ahogy így az edző mondta, ahol több csapatba játszanak szétosztva, de nagyon tehetséges és Busz Jácint az egyik fiatal U11-es tehetségünk, például még a dobóversenyt is megnyerte Sopronban most, úgyhogy tényleg nagyon örülünk, az U12-es csapatunk az országos szakmai tornát játszott, ott itt Nyíregyházán rendeztük az egyik 4-es csoportot, és abba is bekerültünk, tehát ők is az ország legjobb 16 csapata között vannak, valamint az U14-eseink is a regionális helyosztóban a második helyet szerezték meg, úgyhogy azt gondolom, ez is egy nagyon szép eredmény. Asztalos István játékosként éveken keresztül erősítette a Nyíkse csapatát, napjainkban viszont már edzőként igyekszik átadni tudását a gyerekeknek. Nem teljesen pályakezdő edző vagyok, mert csinálom már 4. éve, igaz, hogy most már úgy komolyodik a dolog, 2 csapatom van, jelenleg viszek egy kadett csapatot, a Nyíksénél, valamint van Kertvárosban van egy 1-4 osztályig csapatom, nagyon élvezem, úgy látom, hogy ragaszkodnak hozzám a gyerekek, és egy óriási élmény tényleg megtanítani őket az alapokra. A Törpe utcai kosárlabdapálya helyén korábban az autósok gyakorolhattak, most viszont már a sportolók használhatják a közösségi teret. Itt a családoknak van a helye, itt a családi benevezettek versenyeznek, a hátam mögött látható, hogy nagy az izgalom, és természetesen összekapcsoltuk a gyereknappal is, hogy milyen ereje van, óriási. Mi ezt már az elmúlt években megtapasztaltuk, mikor ezt megépítettük közösen, kitaláltuk, hogy mi legyen ebből a régi rutinpályából az itt élőkkel. Sportpályában gondolkodtunk leginkább, hogy sportolási lehetőségeket tudjunk adni a környékben élőknek. Azt hiszem, hogy sikerült elérni a célunkat, egyre népszerűbb ez a közösségi tér. A Nyíkse elnöke még 2 fontos momentumot emelt ki a lassan búcsúzó idényből. Az egyik, hogy együttműködési megállapodást kötöttek az NB1-es női bajnok DVTK-val, a másik pedig az, hogy tavasszal az U14-es csapatukkal részt vettek egy szarajevói nemzetközi tornán.